első vezérszónokot, az LMP is jelezte, hogy ketten fogják megosztani az időkeretet. Elsőként Osztolykán Ágnes képviselőasszony, majd őt követően Kaufer Virág képviselőasszony. Jönni a szó, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Kezdjük egy egyszerű összefüggéssel. Ahhoz, hogy a mostani válságból kitörjünk, a gazdaságnak mennie kell. Ahhoz, hogy a gazdaság menjen, a szakképzésnek is mennie kell. Ahhoz, hogy a szakképzés is menjen, bizony a szakképzési kormányzásnak is mennie kellene. Az ellenzéknek is megvan a maga szerepe és felelőssége természetesen. Idézzük ehhez egy önök által bizonyára ismert és tisztelt nagy magyar reformkori államférfi gondolatait, aki nem csupán pénzügyi és gazdasági lángelme volt, hanem a teljes magyar politikai gondolkodás egyik emblematikus alakjává is emelkedett. Az ellenzék hivatása a kormánynak politikáját, tetteit, smulasztásait ellenőrizni. Aki állítaná, hogy lehet kormány, mely ezen őrködésnek felette és ezen őrködés szükségén kívül áll, az megtagadná a nemzet alkotmányos életét, megtagadná azt, hogy a nemzet és annak érdekei a cél. A kormány pedig nem cél, hanem eszköz. És aki ezt megtagadná, az országrontó. Attól az embertől, Kossuth Lajostól idéztünk, akinek pénzügyminiszteri székében ma Matolcsy György ül. Így múlik el a világ dicsősége. És sajnos a magyar gazdaság és szakképzés politikai hitelessége is. Az az ember a szakképzésért is felelős miniszter, aki ellenzékiként számos megfontolandó szakcikket és elemzést írt a korábbi kormány elhibázott gazdaság és társadalompolitikájáról, és a polgári oldal egyik figyelemre méltó heti napjának rendszeres szerzőjeként a legkiválóbb amerikai és európai szakkönyvek bemutatását végezte. Többek között felhívta a figyelmet a bizalomra, a közösség fejlesztésére és a társadalmi tőke fontosságára. Ma ugyanez a Matolcsy György, a munkavállalói jogokat csorbító új munkatörvénykönyv, a munkásokat elszegényítő egykulcsos adóbevezetőjeként, a munkásemberek számára oly fontos közszolgáltatások visszafejlesztőjeként vonul be a történelembe. És mindeközben a megszorítva megújuló szakmunkásképzés dicsőíti. Tömeges pedagógus elbocsátás és duális szakképzés címén a kamarának alvállalkozásba kiadott, mondhatni kiprivatizált szakképzés, odadobott szakmunkás tanulók. A leszállított tankötelezettségnek köszönhetően 16 éves korban a szakképzést képzettség nélkül otthagyó diákok tömkelege. Ez az önök jövőképe. Nem alkalmazkodni, új szakmát tanulni, kompjútervezérelte gépsort is irányítani képes, jól fizetett fiatalok. Nagy kár, hogy az európai helyet a kínai modellt választották. Mi sem azt mondjuk, hogy ez a rendszer jó, sőt, de azt igen, hogy az az irány, amiben önök elindultak, az rossz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lehetne ez a mai nap a tiszta, megalapozott gondolatokra, a stratégiai vízióra és a nyilvános egyeztetésre, a közbizalomra épített szakképzési törvénytervezet általános vitájának napja. Annak a napja, hogy a magyar szakképzés új és virágzó pályájának útját megalapozhatjuk egy tisztességes szakmai vitasorozat részeként. Sajnos azonban nem ez van. Nincs egy hete, hogy a dilettáns és a teljes magyar pedagógiai elit által elhibázottnak ítélt úgynevezett köznevelési törvényről azt kellett mondanom, hogy bűnben és hazugságban fogant. A köznevelésért felelős államtitkár a lehető legneveletlenebb módon tagadta le saját aláírását. Bizalom helyett kételyek, párbeszéd helyett diktátum, épülés helyett romlás fenyegeti a közel 1 milliárd költségvetési forrást igénylő közoktatási rendszerünket. A szakképzési törvény, amely szintén több száz milliárdnyi közpénz sorsát befolyásolja, ha nem is nyilvánvaló hazugságokra, de egyértelműen illúziókra épül, és erőltetett bevezetése véleményünk szerint hidak helyett zsákutcát épít a magyar társadalom fiataljai és a teljes magyar gazdaság számára. Engedjék meg, hogy néhány olyan tételre hívjam fel a figyelmüket, amelyen messze menően nem értünk egyet, ám őszinteségükben is elárulják a kormány hibás gondolkodását.
A törvénytervezetet megelőző őszelején megjelent szakképzési koncepció címében is jelezte, elsősorban a gazdaság igényeire kíván reagálni a szakképzés. Ez ebben a megfogalmazásban provinciális látásmód. A szakképzésnek nem csak gazdasági és munkaerőpiaci igényekkel kell harmonizálnia, hanem elsősorban a társadalom igényeivel is. Szükséges és méltányos ez a tágabb szemlélet. Nem a társadalom szolgálja a gazdaságot, hanem a gazdaság a társadalmat. A szakképzésfejlesztés, amely csupán a gazdaság igényeivel, a tőke igényeivel megfelelő rendszert akar kiépíteni, a társadalmat kiszolgáltatott helyzetbe hozza. A szakképzési koncepció és a jelen törvénytervezet összhangban a nemzeti hitvallással, a Széll Kálmán tervvel, a köznevelési törvénytervezettel és más szakrális kormánydokumentumokkal együtt nyíltan hirdeti azt, hogy a nemzeti kormány az úgynevezett nemzeti középosztály felemelését célozza. Ez a Magyar Szakképzési Társaság november 17-i közgyűlésén a NEFMI és az NGM szakállamtitkárságnak képviselői által is elhangzott és külön kiemelték ezen tény fontosságát. Ez a koncepcionálisan káros elképzelés a nehezen, történetileg és szociológiailag megfogható középosztály szolgálata helyett a kormány mindenkori feladata a nemzet minden polgárának alkotmányos alapjogban rögzített egyenlő bánásmód, tanuláshoz és munkához való jogának szolgálata. Az egész társadalmat szolgáló köznevelési és szakképzési rendszert kell kiépíteni. Amennyiben a köznevelési és a szakképzési törvények átalakítása is csupán a nemzeti középosztály megerősítését szolgálja, akkor a magyar társadalom további szakadása előtt nincs akadály. A magyar szakképzés és oktatási rendszer, miképp a magyar gazdaság is, szamárpadban ül. Nemhogy tompítja, hanem elősegíti a társadalmi különbségek növelését. Ha a törvényt elfogadják, mindez folytatódni fog. Apák és fiúk kapcsolatrendszere fontos tükörképe a mindenkori magyar társadalom mobilitásának, vagy éppen annak hiányának. Hazai és nemzetközi kutatások tucatjai bizonyítják, hogy a magyar társadalom s benne a munkaerőpiac mobilitása helyett statikusságot, előrejutás helyett röghözkötést tükröz. A legfeljebb 8 elemivel rendelkező apák gyermekei 20-szoros eséllyel végeznek legfeljebb ennyi osztályt, míg a diplomás apák fiai több mint 20-szoros eséllyel lesznek egyetemisták-e hazában. Joggal mondta egyszer Lóránd Ferenc professzor úr, aki éppen kormány dilettáns köznevelési törvény ellen tiltakozva mondott le az Országos Köznevelési Tanács elnöki posztjáról októberben, a mindenkori magyar oktatáspolitika a mindenkori elit politikája az elit érdekében. Legszívesebben megkérdezném a képviselő társaimat és a törvénytervezet alkotóit, hogy melyik szülőjük vagy esetleg melyik gyerekük járt szakiskolába. Enélkül a tapasztalat nélkül hogyan veszik a bátorságot, hogy döntsenek a magyar iskolarendszer gerincét és a magyar gazdaságot meghatározó ezen intézményrendszer sorsáról. Én, mint egyszerű munkások gyereke, talán joggal kérdezhetem az LMP nevében, és kérhetem számon önöktől, hogy a törvény ne növelje, hanem csökkentse a hazai társadalmi különbségeket. Csak néhány példát hozok arra, hogy célkitűzéseivel ellentétben az ellenkező hatást idézi elő ez a törvénytervezet, amennyiben elkövetik azt a hibát, hogy mindezt megszavazzák. Először az esélyegyenlőség és a minőségfejlesztés kérdésköréről kívánnék szólni. A törvénytervezet alapján csökken a szakképzés időtartama a szakiskolákban, kerek egy évvel. Ez összhangban áll azzal a kormányzat által vívmánynak, a magyar pedagógiai elit által pedig szégyennek ítélt szándékkal, hogy a kötelező iskoláztatás 2 esztendővel rövidebb legyen az eddiginél. Csak csendben jeljezném meg, hogy a miniszterelnök és szakminisztere, valamint a kulcspozícióban tisztelgő kamarai elnök által csodált német szövetségi oktatási rendszer a 18 éves korig kötelező tanulást írja elő, és ennek Merkel kancellártól a zöldek vezetőig mindenki büszke tanulja. A képmutatásnak jelentős tradíciói vannak a magyar oktatás és szakképzés történetében is.
Miközben folyamatosan hivatkoznak a döntéshozók és a mindenkori udvari tanácsadóik arra, hogy igazságos, a tudásra alapozott gazdaságot és esélyegyenlőséget kívánnak létrehozni, most intézményesen gondolkodik a törvényalkotó arról, hogy a 9. évfolyamon csupán egy esztendeig legyen közismereti oktatás. Továbbra is azt várja a szakképző intézetektől, hogy elsősorban a már eddig is kifosztott és gettósított szakiskoláktól, hogy pótolja mindazt, amire képtelen az erre hivatott magyar általános iskolai rendszer, az autonóm, magát írásban és szóban kifejezni tudó, legalább az alapvető matematikai és közösségi készségekkel rendelkező polgárok felkészítését a továbbtanulásra, a munkára és a nagybetűs életre. Ez cinikus és irreleváns elvárás. Amint Hoffmann Rózsa a köznevelési rendszer lebutításával elkezdte, azt most Matolcsy és Szomba államtitkárulak tovább építik, ha mi hagyjuk. A törvénytervezet elfogadása esetén nem kevesebb valósul meg, mint a közismeretektől szinte megfosztott, ezáltal pedig olcsóbbá és időzőjelben hatékonyabbá tett szakiskolai rendszer felépítése, ahonnan így kényszerűen a közismereteket tanító pedagógusok újabb ezrei eshetnek ki az úgynevezett munkavilágába. A kötelező felvételi rendszer, az ezáltal is megnyitott kötelező kényszerpálya a szegregált osztályokba vezet majd, ahol cinikusan hídprogramnak nevezik azt, ami valóban zsákutca program vagy vakablak a világra. Természetesen még nem ismerjük, s napról napra változik az új nemzeti együttműködés és a nemzeti munkaprogramot is tükröző, nemzeti hitvallást visszhangozó új nemzeti alaptanterv. Természetesen a nap még el sem készült, és ismerve a szakállamtitkár tempóját, erre még várhatunk egy ideig. Egy dolog biztos azonban, hogy a törvénytervezetben szereplő hídprogramok résztvevőire ez majd nem vonatkozik. A szamárpadban ülő gyerekekre miért is vonatkoztathatnánk az alkotmányban is rögzített és a törvénytervezet céljai között szereplő esélyegyenlőséget biztosító alapjogokat. E hidak nem vezetnek máshoz az előterjesztett formában és az általuk megismert tartalommal, mint a szegénység a társadalmi kirekesztés újratermelődéséhez. Ezek a gyermekek nagy valószínűséggel soha nem jutnak el majd az érettségéig, és kiszorulnak az élethosszig tartó tanulás lehetőségéből is. Nem szolgákat kell gyártanunk, hanem polgárokat, ha már polgári kormányról beszélünk. Ha már abszolutizmus van, legalább az legyen felvilágosult. Ezt vallotta Széchenyi is, ezt a nemzeti minimumot, és mi most ezt várnánk el a kormánytól is. A kormánynak az iskolarendszerrel és a pedagógusokkal van problémája, ezért nem egyeztet a szakmai szervezetekkel, ezért teszi a kamarát kulcspozícióba a pedagógusok helyett a szakképzési rendszer reformjában. Nekünk nem a pedagógusokkal és az intézményrendszerekkel van problémánk, hanem a kormánnyal. Az LMP kezdeményezés szakképzési kerekasztal létrehozását, ahol egy reális és felelős magyar szakképzés fejlesztési modellt dolgozhatnánk ki. Ehhez a munkához mindenkire nyitottak vagyunk. Viszont jelen állapotában a jelen törvénytervezetet nem tudjuk támogatni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ahogy azt beharangoztam, az LMP frakció megosztotta a vezérszónoki időkeretét, és Osztolykán Ágnes követi Kaufer.